Hello, szia, szavaz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon nálunk, délután van, este felé van, egész pontosan képzel el, 6 óra múlott 10 perccel. A mai videót egy kicsit később kezdtem el, és nem volt most sok időm sok mindenre. Akárhányszor akartam kezdeni a videót, képzel el, mindig valami közben, valami kellett csinálnom, el kellett valahol menni, és egyszerűen nem tudtam filmezni, videózni, olyan helyre kellett mennem, ahol nem tudtam videózni, meg nem is lett volna ugye érdekes, és azért egy ilyen köppá késői videó, jelenleg itt vagyok a Davisnek a szobájába, majd látod, megint ilyen nagy rendetlenség van, múltkor megint bepakoltunk mindent ugye a helyére, 2 perc múlva rá megint össze-vissza volt minden ugye a szobába, úgyhogy a mai videóban úgy nem más lesz, mint nem nyeremény játék, hanem sorsolás lesz, nem az iPad-et fogjuk kisorsolni, nem a telefont fogjuk kisorsolni. Ugye a múltkori videóban kérdeztem tőletek, hogy szerintetek hogy sorsoljuk ki. Rettentően sok ötletet kaptam, végülis nem tudtam dönteni, hogy hogy lesz majd a sorsolás, de a mai sorsolás úgy lesz, hogy akkor a kulcsartót lehet nyerni, meg majd egy kis apróságot, hogy véletlenszerűen ugye kiválasztunk majd egyetlen egy nyertest, és ő fog nyerni. A sorsolás az iPad-re és a telefonra meg majd úgy lesz, vagy a telefonra, hogy ma meglátjuk, majd meglátjátok. Nem most lesz, hanem egy pár hét hónap múlva majd meglátjuk. Ugyanis, ahogy mondtam nektek, ez a videó az utolsó videó egy időre, ugyanis ezután majd úgy lesznek a videók, hogy ha valami érdekes történik, le fogom filmezni, de egy nagyon kis időre ugye elmegyek, nem szabadságra, mert ugyanúgy megyek ugye tovább dolgozni, de egy kis kihagyás lesz itt a YouTube csatornám, hogy mennyi idő, nem tudom, lehet, hogy egy hét, lehet, hogy egy hónap, lehet, hogy 2, nem tudom, lehet, hogy csak pár nap, de amint valami érdekes dolog ugye történik, úgyis fogok filmezni, ahogy mondtam, majd pár hónap múlva úgyis megyünk Sydneybe ugye nyaralni, valószínű, nem 100%, de valószínű, hogy megyünk, körbenézünk, biztos, hogy ott érdekes dolgokat tudnák majd filmezni ugye az úton odafelé. Ugye ott feltétlenül fogok filmezni, előtte is lehet, hogy még lesz videó, biztos, hogy lesz videó, de nem rendszeresen, tehát nem akarom mondani, hogy minden szombaton ugye van videó, vagy minden hétvégén, minden vasárnap, mert valószínű, hogy nem lesz. Tehát most lett volna ugye videó, de mivel hogyha mondom, hogy van videó hétvégén, mondjuk szombatra, akkor van videó, akármi van. Igaz, hogy ilyen késői videó, sok mindent már nem fog tudni filmezni. Amúgy a Davis most megy enni, még nincs kész a vacsorája. És ugye fürdés, alvás, holnap meg egy új nap. Amúgy mi helyzet? Mit nézel? Dab! Azt nézed? Milyen legos? Valami, nem legos, legos? Nem tudom, milyen játék. Oda, bele fog esni, te! Látod, megint itt is legó van mindenhol. Ilyenkor estére ilyen felfordul a ház, mindenhol van legó. Na, de mutatom, hogy mit lehet nyerni. Már múltkor mutattam, a kulcsartót megmutatom. Itt ezt a kulcsartót lehet nyerni, ilyen kis apróságot ugye. Ahogy mondtam, nagyon sok jó ötletet kaptam. Nem tudom, lehet, hogy majd úgy lesz ugye a sorsolás az iPad-hez. Mutatom, hogy még mindig megvan. Hogy kiválasztunk, nem kiválasztunk, de várjál, nem tudom, megvan a telefon, tehát ezt is lehet majd választani, vagy pedig ugye a törött iPad-et, ami most is működik elég rendesen. Ugye az idő nem ró rajta, múltkor szerkesztettem a videót, 1 óra 13-on látod, és azt néztem, hogy mondtam, hogy hazajöttem a munkámról, ugye nem olyan túl régen, és valami 10 óra 30 perc volt rajta délelőtt, tehát az idő valamiért nem jó rajta, nincs jó beállítva, ugye a wifi-re nincs rákapcsolva, tehát nem tudja megmutatni, vagy megmondani, hogy mennyi a rendes idő, de nem 1 óra 13 van. Na minden, a sorsolás úgy lesz, hogy lehet, hogy a régi videóból kérdezek egy kérdést, vagy felteszek egy kérdést, vagy hasonlót, vagy nem tudom. De olyannak szeretném majd odaadni az iPad-et, vagy ezt a telefont, aki nem az, hogy régóta nézi a videókat, mert ugye mindegy, hogy milyen régóta nézed, de aki szereti a videókat, tehát egy rendszeres nézőmnek szeretném odaadni, nem csak olyannak, aki feliratkozott tegnap, hogy nyerjen iPad-et, megnyeri, és holnap leiratkozik. Tehát egy olyan nézőmnek szeretném odaadni, aki rendszeresen ugye visszajár a csatornára. Na de, a sorsolás, a kulcstartóhoz, meg a másik dologhoz, amit majd meglátjátok, hogy a nyertes meglátja, hogy mi lesz. Mutatom. Betöltöttem a videót, ez egy ilyen... Na még egyszer. Nem tudom, érde néha nem akarok már rendesen működni. A linket bemásoltuk, rákattintunk. Működik? Na most működik megint rendesen, nem fagytunk meg, 362 komment, és hova ide kattintunk. Figyelj, startra. A szerencsés nyertes pedig nem más, mint ugye automata ilyenkor valakit kiválaszt, vagy véletlenszerűen. Nem más, mint Enikő Göncő. Húzással, ugye az volt a kérdés, hogy hogy legyen a
nyelmi játék húzással. Enikő, gratulálni szeretnék neked, arra kérlek meg, hogy nem e-mailbe, hanem ide a videó, nem a videó alá, a YouTube-on keresztül üzenetbe küldd el a címedet, hogy hova küldhetem el neked ezt a kulcstartót, egy kis apróságot mellé. Tehát nem ilyen nagy dolgot, csak egy kis apróságot. És azért YouTube-on keresztül, nem e-mailbe, mert ugye átlávolják a sorsoláskor e-mailben rettentő sok üzenetet kapok, hogy én vagyok a szerencsés nyertes, és ugye általában nem jó a szerencsés nyertes, tehát ha YouTube-on keresztül ész üzenetet, úgy legalább tudom ugye, hogy ki az az igazi nyertes. Tehát még egyszer gratulálni szeretnék neked, tehát a címedet YouTube-on keresztül üzenetbe küldjen el nekem, és jövő hét elején küldöm neked a kulcstartót, meg egy kis apróságot mellé. Kulcstartót ide szépen visszatesszük a fiókba, és iszunk egyet. Azt ezt a mai videót lassan befejezem. És sok érdekes, ugye sok érdekes nem történik ma. Várjál. Bejöttem ide átra, és a Davis elkezdett elvacsorázni, csak ráléptel a játékra. Tudod, az milyen érzés, akkor rálépsz a legóra, rettentő nem jó érzés, úgyhogy már léptél rá. A Davis elkezdett vacsorázni, nem akarom ugye nagyon zavarni. Úgyhogy ez a mai videó végül is ilyen bejelentkezős videó. A héten nem túl sok időm volt filmezni, ugyanis egy kicsit messzebb dolgozunk innét, mit tudunk is, mire hazaérek, meg minden. Nem tudok filmezni, sok érdekes dolgot nem csináltunk a héten. Gondoltam, hogy most talán fogok tudni filmezni, de sajnos most se tudtam. Tehát azért gondoltam, hogy csak így gyorsan ugye bejelentkezek. És ahogy mondtam nektek, ezen túl valószínű, hogy úgy lesz, hogy ha valami érdekes dolog történik, ugye majd lefilmezem. Addig még így szabadságom vagyok, ugye? Tehát azt mondom, még így szabadságom vagyok, nem szabadságom vagyok, de ugye amíg nem lesznek rendszeresen videók. Tehát egy kis időre el szeretnék menni ugye a videózástól, csak akkor fogok filmezni, hogy valami nagyon érdekes dolog történik. Aztán már a későbbiekben valószínű, hogy vissza fog, több mint valószínű, hogy vissza fog ugye megint jönni, és rendszeresen lesznek majd videók a jövőben. De egy kis időre, ahogy mondtam, nem lesz. Lehet, hogy egy hétig, lehet, hogy egy hónapig, vagy kettő. Lehet, hogy nem lesz videó, csak akkor, hogy valami érdekes dolog történik, de az iPad-en, vagy a telefonját ki fogjuk majd sorsolni a jövőben, amint visszajövök, és nem sokára el fogjuk érni a 100 000 feliratkozót, tehát vissza fogok jönni, hogy mikor nem tudom, de jövök vissza, addig is mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, meg jó nyarást, hogyha még nem voltatok, vagy hogyha voltatok már akkor is, lehet, hogy mentek még egyszer, vagy jó nyarat, jó meleget, és jó szünetet, hogyha szünetem vagytok, ha nem, akkor meg jó munkát. Úgyhogy mára ennyit, vagy egyelőre egy kis időre ennyit. Mindenkinek további szép napot. Sziasztok!